Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét, Családőrzők című műsorunkat látják. Azt a műsort, amelyben elsősorban a család és a családban előforduló szituációkkal foglalkozunk. Mai témánk nehéz, de sajnos még mindig sokkal gyakoribb helyzet, mint amennyire ez megengedett, vagy jó lehetne. Mert hát hol lehetne jó a válás egy családban? A szülők válása, külön költözése nem csak a szülőket, a gyerekeket is megviseli. De vajon mi az a pillanat? Van-e olyan pillanat, lehet azt mondani, hogy most ott tart ez a házaspár, amikor más megoldás nincs? Ez a kérdés már vendégeinknek szólt, akiket nagy szeretettel köszöntök, Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Szerbusz Csilla, köszöntök mindenkit szeretettel. Koszi Janka, kócsot, énekest, előadóművészt. Köszöntök mindenkit. És itt van velünk most is Tolnyai Gábor, plébános, mentálhigiénis szakember, akit természetesen szintén nagy szeretettel köszöntök. Köszönöm, és én is köszöntök mindenkit. Nos, tehát a kérdés elhangzott, van-e ilyen pillanat, el tud-e jutni odáig egy pár, hogy tényleg az a helyzet, hogy más megoldás már nincs, csak a legrosszabb? Persze, hogy el tud jutni ideig egy pár, de nagyon fontos a válással kapcsolatban is azt kiemelni, hogy ez egy folyamat. Tehát nem egy hirtelen jött pillanat, döntés, cselekvés eredménye, hanem akár évekig is elhúzódhat. Tehát tulajdonképpen onnantól már számíthatjuk a krízist, vagy számolhatunk vele, amikor az első gondolat megfogalmazódik valakiben, hogy lehet, hogy el szeretnék válni, vagy el akarok válni. És nyilván ennek sok kimenetele lehet, akár az is, hogy egy újra egymásra találás jön ki ebből a helyzetből, akár az is, hogy egy konkrét válás, akár az, hogy nem tudom, tehát sokféleképp. Nem lehet, hogy az első, ami már hasonló megfogalmazás, az úgy szól, hogy ezt én így nem bírom tovább? Mert ott még lehet két út, ugye? Lehet két út, mondjuk ott. Igen, én azt gondolom, hogy az, hogy két út van, vagy több út van előttünk, az attól függ, hogy a házaspár milyen nyitottsággal van önmaga ismeretében, a társa ismeretében, a világ és a jövő felé. Tehát az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy legyen egy egészséges önismerete mindenkinek, hogy tudja azt, hogy ő mi az, aminek az erősségeit magáénak tudhatja, és mik azok, ami az ő gyengeségei. De ugyanez igaz kell, hogy legyen, hogy én a páromról is tudjam, hogy mik az erősségei, és mik az ő gyengeségei. Honnan datálódik ez a konfliktus, amikor nehézé válik a helyzet, amikor nem tudjuk jól kommunikálni az igényeinket, és nem tudjuk jól kommunikálni azokat a helyzeteket, amik nekünk nehézséget okoznak, és feldolgozási zavarunk támad nagy hirtelen, mert nincsen rá eszközünk, nincsen rá türelmünk, nincsen rá akaratunk, és nincsen hozzá már több hozzátennivalónk, és valamit el kell kezdeni ezzel a helyzettel csinálni. Hál' Istennek ma már Magyarországon is egyre több coach, párkapcsolati coach, mediátor, sokfajta szakember van, aki ebben tud segíteni. Segíteni kell abban is, hogy felismerjük, segíteni kell abban is nagyon gyakran, hogy pontosan definiáljuk, hogy mi is az én problémám, hogy mi az, ami nekem a nehézséget okozza. És segíteni kell azt is, hogy ezt én hogyan tudom jól kommunikálni a másik felé, hogy egyáltalán hogyan tudunk elindulni egymás felé. Közelmúlt története, pár nappal ezelőtt felhívott egy fiatal asszonyka, kicsi gyerekük van, és azt mondta, hogy Zsuzsi, muszáj veled beszélnem. Hát itt vagyok, hallgatlak, és akkor elmondja, hogy őt buszon ült és valahova utazott, és felhívja egy vadidegen hanga, hogyan váljunk ezt szépen, valamilyen irodától, és hogy ez valami vicc, kérdezi a hölgy a buszon ülve, mert hát ő éppen utazik valahova és intézni a dolgait, és azt mondja, hogy nem, itt ül velem a szembe a férje, és na, innen indult a sztori. A hölgynek tudja, hogy vannak nehézségei, tudja, hogy voltak krízisei, tudja, hogy voltak költözések, tudja, minden volt, de ők ketten azért úgy szépen összetámaszkodva kézbe tartják az ügyeiket. Nagyon izgalmas személyiség egyébként mindegyik, művészházaspárról beszélünk, tehát azt gondolom, hogy ez önmagában egy plusz érzékenységet rejt magába. Summa summarum, az az ember, aki ott az irodába leültette őket egymással szembe, mert a végén aztán eljutottak ideig, ő feltett nekik kérdéseket, és
körülbelül 20 perc alatt megmondta, hogy te nem tiszteled a feleségedet, mert te nálad ez van, mert, és ezt így tükröt beletartotta mind a kettőnek, és akkor most döntsétek el, hogy mit szeretnétek válni, vagy dolgozni a kapcsolatotokon. Tehát, hogy egy szakembernek az is a dolga, hogy nem azonnal a válást preferálom, hanem támogatom abban őket, hogy még azért van lehetőség ebben a kapcsolatban bőven. Igen, hogy a nekik legjobb kimenetel legyen a végeredmény. Igen. És ha ez adott esetben a válás, akkor persze igen, de nyilván nagyon sok esetben megmenthető egyébként egy kapcsolat. Nagyon sokszor. Igen, nagyon sokszor. Nagyon sokszor nem is tudják elképzelni, de hogyha egy jó coach, vagy egy jó lelkivezető, vagy valaki van, ő nagyon sokat tud ehhez hozzátenni. Tehát én mindenkit arra biztatnék, hogy kérjenek külső segítséget, ha ők maguk elakadtak. Tessék kérni segítséget, tessék menni szakemberhez, mert a szakembernek rengeteg sokfajta olyan ötlete, olyan készsége, olyan tárháza van, olyan eszköztára van, amivel tovább tudja rendíteni. Meg egy külső pont. Igen, talán ez a igen, ezt akartam is mondani, hogy talán ez a legfontosabb. Hogy ők benne vannak a maguk problémájában, a maguk zűrzavarában, amiben lehet, hogy próbál. Tehát volt nálam olyan házaspár, ők sajnos elváltak, de úgy kerestek meg engem, hogy külön-külön megkerestek, és mindegyik meg akarta oldani a házasságot, csak az egyik így, a másik így. Uh-huh. És nem volt közös nyelvük, és hiába, akkor még én sem tudtam, hogy mit meg hogyan kellene csinálni, De hogy volt ilyen élményem, hogy pedig mind a ketten akartak volna valamit tenni a házasságokért, de elbeszéltek egymás mellett, és nem működött. És azt gondolom, hogy ha ilyen krízis van, pont azért, mert ő benne van, ő nem látja rendesen, hogy tulajdonképpen mi is van, mert hogy folyamatosan ebbe pörög ő, hogy éppen már megint mit mondott, megint mit csinált, hogy csinálta, mit csinálta. Ugye mondják ezt is, hogy amikor egy ilyen távolodás elindul egy kapcsolatba, akkor van egy ilyen démonizációs folyamat. Igen. Hogy én már akkor is tudtam, de meg már akkor is emlékszem rá, hogy azokat csinálta, de hogy én nem foglalkoztam vele. Szóval, hogy felnagyítódnak a negatívumok, csak azért, hogy magamat igazoljam azért, hogy miért van jogom azért, hogy ezt megtegyem. Igen. És lehet, hogy az elején nagyon szerelmesek voltak egymásban, nagyon szerették egymást, voltak nehézségek, de hát elindult egy folyamat, és amikor valamelyik fél eljut oda, hogy ebből ő ki akar lépni, akkor megpróbálja megkeresni magának azt az indokot, amire hivatkozva ezt megteheti. És ez a demonizációs folyamat, ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy magamat igazolni tudjam, hogy jogos az, amit én most tenni fogok, vagy tenni akarok, mert ez így nem mehet tovább. De ha van még bennem annyi bátorság, remény, hogy ez helyrehozható, vagy ez működhet, Akkor van szükség a külső segítségre, aki pont olyan dologra fog tudni rákérdezni, amit én nem veszek észre, mert benne vagyok az én saját elgondolásomban. Egyébként erre, hogy a külső pont igénybevételére csak egy ráerősítés, hogy ma Magyarországon minden második házasság végződik válással. Ez azért eléggé erős szám, vagy adat inkább. Igen, igen. Nekem azért tetszett a Zsuzsi-féle történet, mert hogyha visszagondolok 20, de lehet, hogy annyi se kell 10 évet, még elképzelhetetlen volt, hogy akár egy hölgy is, de főleg egy férfi elmenjen egy segítőhöz, és ő segítséget kérjen. Mert ugye a haverokkal megbeszélik, vagy a hölgyek a barátnőkkel megbeszélték, de nehezen fogadták el a külső segítséget. Most már azért nyitottabb a világ a külső segítségre, csak aki úgy megy oda, hogy ő arra számít, hogy azt fogja hallani, amit ő akar, amit ő szívesen hall, az lehet, hogy csalódottan csapja rá segítőre az ajtót, tehát hogy valahogy ebzel is tisztába kell lenni, hogy a segítő nem biztos, hogy azt fogja mondani, amit ő hallani akar. Hát ez még csak a jobbik eset, hogyha a segítő valóban tisztán tud látni, de ez a segítőnek a felelőssége. Tehát az egy óriási felelősség, hogy egy másik ember életébe te úgy avatkozzál bele a jelenléteddel, a kérdéseiddel, mit nem mondjak, tanácsaiddal, hogy az bizony az ő életét jelentősen befolyásolja. Az nagyon nagy baj, hogy ma már rengeteg olyan segítő van a világban, aki vindikálja magának a jogot, és kimond olyan dolgokat, amit nem kellene, nagyon nem kellene kimondania, és nem kellene megtennie. Sokkal inkább azt gondolom, hogy egyre inkább megyünk afelé, hogy igényességben eljutunk oda, hogy olyan szakembert veszünk igénybe, akiben megbízhatunk.
Tehát ez is nagyon-nagyon fontos, hogy én olyan szakemberhez menjek, és olyan szakembernek a szolgáltatását és a segítségét vegyem igénybe, akinek van a háta mögött tudás, tapasztalat, vannak olyan megoldott esetek és olyan szituációk, amiben én megbízhatok. Tehát ez a legnehezebb. Nem működik ma már az, amit mondtál, mert ezelőtt 10-20-30 évvel a közvetlen baráti környezetünk volt az, aki hát megoldott szinte mindent, mert te hülye vagy, hát nem figyeltél erre, az meg egy szemeszedet, az meg... Na, szóval és így le lett osztva minden, és aztán az emberek a sok-sok mindenből összeraktak maguknak valamit. Ma már erre nincs idő, nincsenek ilyen barátok, ma már nincsenek ilyen találkozók. Tényleg beszűkült ez a világ. Amit én most kifejezetten nehéznek gondolok, az a pandémiából félig meddig, vagy alig-alig kilábalva az emberek olyan szinten változtak meg az utolsó 2 év alatt. Olyan szinten, annyi változást éltek meg, és nem látják a saját változásaikat, és ennek a nehézsége testálja most ezt az egészet még pluszban. Tehát eddig is volt rengeteg válás, de ami most van, abba csak kapkodjuk a fejünket mindannyian. Igen, ennek kettős hatása volt, most egy humoristát idézek, bocsánat, és utána megint elhallgatok, aki azt mondta, hogy össze voltunk zárva a feleségemmel, úgyhogy megismertem az asszonyt, kiderült, hogy egész jó fej. Mert ilyen is előfordulhat, de volt a fordítva, hogy nem bírták már egymást elviselni, annyit kellett együtt lenni. Hogyha krízisjelekről beszélünk, akkor én azért azt is hozzátenném, hogy azért egy elég erősen individualizáló társadalomban vagyunk. Tehát ahol én vagyok a középpontban, hogy nekem a vágyaim, a kiteljesedése megvalósulhasson, és ugye ez is egy nagy kérdés, hogy az, hogy én kiteljesedek, vagy én azzal férfivá, vagy azzal nővé váljak, vagy az az ember lehessek, akit én elképzelek magamnak, ennek a másik mennyire tud mondjuk engem ebben követni, vagy hagyom-e, hogy ő kövessem, akadálya vagy nem akadálya ebben a történetben, és mondjuk azt gondolom, hogy a válási statisztikák mellett azért talán ez is benne van, vagy ez is ott lehet mellette, hogy sokkal könnyebben, ez picit talán ez a fogyasztói társadalmi gondolkodásunk most benne, hogy ami nem jól működik, azt lecseréljük. És mindenféle lelkiismert fordulás nélkül, ha egy kapcsolat nem működik, azt nem megjavítom, hanem egyszerűbb lecserélni, találok egy másikat, ami hát ha jó lesz, és lehet, hogy jobb lesz, de lehet, hogy nem. De hogy van-e kedvem, időm, energiám beletenni bármit is abba, hogy elkezdjek dolgozni, olyan erőfeszítéseket tegyek mondjuk a kapcsolatokért, amik kényelmetlenek. És egy picit én azt gondolom, hogy emögött a jelenség mögött talán valami ilyesmi is húzódhat, hogy mennyire vagyok hajlandó megküzdeni a dolgokért. Most ugye, ha csak így a saját papi oldalamat nézem, hogy az egyházmegyénkben most nagyon sok fiatal pap elment. Nemrég szentelt papok is sokan elmentek, és akkor próbáljuk így vizsgálgatni, hogy mi lehet az oka, hogy most szentelték föl, kikerült a szemináriumra 1-2-3-4-5 évvel ezelőtt, és elment. És hogy hát most ugye a hivatások krízise, meg papság, és bennem azt fogalmazott meg, hogy talán nem is biztos, hogy igen, mi is felelősek vagyunk azért, hogy a hivatásokat hogyan neveljük ki, de azt gondolom, hogy egy olyan korszellemben ülnek föl ezek a fiatalok, ahol egyszerűbb azt mondani, vagy igen, talán egyszerűbb azt mondani, hogy nem működök, akkor ezt most csinálom másképp, mint azt, hogy nagyon nehéz, beleállok, megküzdök, meggyúrom, és aztán ebből majd valahogy tovább, vagy segítséget kérek, és úgy gyúrom tovább ezt a történetet. Nem ismerem az ő élettörténeteiket, hogy mi volt a döntéseik mögött, ez inkább csak az én sejtésem. Csak azt gondolom, hogy ami mondjuk jelen pillanatban a papságnak egyfajta krízise, az ugyanolyan krízis a házasságoknak is, hogy nem működik, nem jó, nem akarok annyi energiát beletenni, én inkább én magam leszek, megélem az életemet, és akkor lépek tovább. De ugyanezt látom, vagy hallom a munkahelyek kapcsán is, tehát hogy amikor temetek idős embereket, és amikor kiderül, hogy mondjuk 50 éven keresztül ugyanazon a munkahelyen volt, és ő volt így a... És hogy most azért sokkal, a munkahelyek sem ugyanolyanok, de hogy sokkal könnyebben váltanak emberek, keresik magukat, hogy hol jobb nekem. Tehát én azt mondom, hogy ez az egész jelenség összekapcsolódik talán ebben a házasságok krízisében is.
Szerintem azt fontos még kiemelni, mindemellett teljesen egyetértek egyébként, de hogy nyilván itt most mi nem képviselünk egy olyan álláspontot, hogy az csak az a jó, hogyha valaki nem az válást választja, hanem együtt van. Tehát, hogy ott van a másik oldal is, hogy el lehet válni egyébként, és sok esetben valóban sokkal jobb eredmény születik, tehát, hogy sokkal jobban ki tudnak teljesedni a felek, akár külön, vagy tényleg mással adott esetben, és ez sem egy egyszerű folyamat. Tehát nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanolyan veszteség, tehát a válás lélektanilag egy veszteség, aminek ugyanolyan folyamata van, mint például egy halálesetnek. Klasszikus gyász. Így van. Igen. Pontosan. Úgyhogy ezért tehát egyik rész sem egyszerű, viszont nyilván, hogyha a kapcsolati minőségről beszélünk, akkor ott azért vannak olyan struktúrák, formák, stb., amiről lehet beszélni, mert az valószínűleg mondjuk jól tud működni, vagy egy jobb kimenetelt eredményez. Bennem is inkább úgy merült fel ez kérdésként, hogy most nem az, hogy most válás nem válás, hanem hogy mennyire vagyok hajlandó mondjuk dolgozni azért, hogy ami nehezen működik, az működjön. Persze. Talán az... És van egy pont, amikor eljön az a pont, hogy a pár azt mondja, ez így nem működik tovább, csak hogy hol van az a pont, vagy ugye pont ez volt a nyitó kérdésed, de hogy én inkább úgy, hogy mennyire vagyok hajlandó küzdeni azért, hogy ez a dolog, még ha most nagyon nehéz, ez működőképes. Jó, hát én azt gondolom, hogy amit a Janka mondott, hogy az első pillanat, amikor valamelyik félben megfogalmazódik az, hogy én el szeretnék válni, és eljutni addig a pontig, amikor valóban nincs már több lehetőségünk, csak a válás. De azért az oda vezető utat, azt kérem szépen, tessék szíves lenni mindenkinek bejárni. Önismereti utat, párkapcsolati ismereti utat, és egyáltalán annak a munkáját végezzük el. És ha mindent megpróbáltunk, és én tényleg mindent megtettem, drága jó Istenem, nem tudok többet belepakolni, akkor jöhet a következő lépés. Túl gyorsan dobunk el dolgokat magunktól. Hagy hozzam ide a tudatosság kifejezést, és itt most Jankával egy egyéb beszélgetésünkben elhangzottakat tudom nem pontosan idézni, hogy, mert ahhoz, hogy valaki elmenjen és segítőt kérjen, és dolgozzon azon a bizonyos házasságon, kapcsolaton kell a tudatosság. Viszont ha valaki tudatos, akkor már a házasság elejétől kezdve úgy építi azt a házasságot, ugye Janka, valami ilyesmiről beszéltünk, hogy tudatosan. Igen, a szerepeknek a beállításáról beszéltünk, igen, hogy nem mindegy, hogy hogyan indulunk neki. Egyébként pont nagyon érdekes, mert ugye, ahogy az előbb is beszéltük, vannak olyan szakemberek, akik kifejezetten erre specializálódtak a válás köré, nem véletlenül, ugye ma elég népszerű ez, és ott fel lehet lenni ilyen adatokat, és van, tehát mik a tipikus, nem is tünetek, hanem tehát mi miatt válnak el legjellemzőbben ma az emberek, és ott azt lehet találni, hogyha a férfi akar elválni, akkor az legjellemzőbben amiatt van, mert a nő egy önismereti tanfolyamon vett részt, vagy belekezdett ebbe az utazásba, és mondjuk rosszul értelmezte azt, vagy annyira elmentek egymás mellett, vagy adott esetben a férfit szeretné arra buzdítani, hogy de neked kellene elmenni, mert hogy rosszul csinálod ezt meg azt, tehát itt jön szóba a rosszul értelmezés, és emiatt történik a válás, a fordított eset pedig az, amikor a nő akar válni, akkor pedig egy harmadik személy az, aki belépett a képbe a férfinél, jellemzően ez a munkahelyén. Minősítés nélkül, csak ilyen tényszerűen, hogy ma ezek a legjellemzőbbek. Igen. Ez egy nagyon érdekes, most a környezetemben van egy ilyen válás, szintén két művész, gyönyörűen élnek együtt, nagyon nagy szeretet, nagyon nagy... összekapcsolódás, harmónia, együttrezgés, minden megvan, és megjön a pandémia, és ők be vannak zárva az albérletükbe, és félnek, és rettegnek, és a kettejük közül az egyik fél az bizony-bizony elmegy nagyon komoly depresszióba, pánikrohamokig, és mindenféle egyebekig. És ahelyett, hogy elmenne pszichiáterhez, hozzám jött az egyik fél, és mondtam, hogy ez pszichiátriai eset, tehát ez nem coach, ez nem mediátor, ez nem elétvezető, ez nem pszichológus, ez pszichiáter, tessék pszichiáterhoz menni. Nem, ő elment mindenféle, most nem akarok különböző dolgokat felemlegetni, amiket az emberek ma igénybe vesznek ahhoz, hogy tudatosabban legyenek jelen a világban. Elment egy-két-három ilyen helyre, olvasott egy-két ilyen könyvet,
tévesen diagnosztizált, és ő csak akkor lesz boldog, ha ő elválhat. És úgy válnak el, hogy kapaszkodnak egymásba, és sírnak a válóperes tárgyalás végén, hogy mennyire szeretjük egymást. Tehát, hogy agyrém, agyrém, és erre mondom azt, hogy emberek, olyan szakemberhez menjünk, aki valóban szakember, és valóban fog segíteni, és valóban azzal a felelősséggel fog hozzányúlni más emberek életéhez, mert ha ez nem, akkor bizony-bizony vakvág. Én nem tudtam ennek a másik félnek azt mondani, hogy én tudok olyan családról, ahol kétszer vette el az az ember ugyanazt a hölgyet. Tehát előfordulhat ez is. Így van. Igen, csak ez nagyon veszélyes, mert itt egyedül marad, tehát leszakítja saját magáról azt a utolsó kapocs. Persze, ez a legnehezebb. Aki mellette volt ebben a bajban. Persze, itt ez a házasság elvesztésén túl a legnagyobb fájdalom azt megélni, hogy bajban vagy. Én látom, hogy te bajban vagy, és nem hagyod, hogy melletted legyek és segítsek neked. Tehát ugye azért ezek óriási drámák. És ugye most még mindig csak arról beszélgetünk, amikor két felnőtt ember a saját útján eljut egy X pontig, és ott azt mondjuk, hogy na itt most útkereszteződéshez érkeztünk. És mehetünk A-ba együtt, mehetünk B-be együtt, és mehetünk külön-külön. Vagy akár még több variáció is. Mi van, ha gyerek van? Az egy egészen más sztori. Akkor még nehezebb a helyzet nyilván. Így van. Hiszen a gyereket is valahogy tisztába kell rakni ebben a dologban, és mellette kell lenni. És jó esetben mind a két szülőnek valamilyen szinten társának kell lenni ebben, hogy ő ezt föl tudja dolgozni. Egy mondatot akartam csak itt kiemelni, hogy nem is feltétlenül önmagával, a válással van a probléma, hanem a hogyannal. Így van. Tehát ez a gyerekről jutott eszembe, hogyha már ő is ott van, vagy ők, hogyha ugye többen vannak, hogy nagyon nem mindegy, hogy ez hogy van felé kommunikálva, hogy az ő életére ez milyen hatással van, hogy azok a rutinok, amiket megszokott, azok miben változnak, vagy miben maradnak, hogy lesz a szobája, tehát hogy a gyakorlati részektől elkezdve nyilván az érzelmi részét is tisztázni, de hogy a hogyan, az a legfontosabb. Én is azt gondolom, és azt kiemelném, és így nem tudom én hogyan nyomatékosítanám, hogy bármilyen módon, bármilyen körülmények között történik a válás, a gyerek mindig önmagát teszi felelőssé azért, hogy a szülőket nem tudta egybe tartani. Mindig, kivétel nélkül, teljesen mindegy, hogy mi jelenik meg viselkedésben, mi jelenik meg iskolában, óvodában, bárhol, a gyerek mindig önmagát fogja felelőssé tenni, és ez egy életre meghatározza őt. Tehát ezt nem lehet kitörölni, ezt nem lehet felülírni, ezzel meg lehet tanulni együtt élni elvált szülők gyerekeként, viszont az ő egyik legnagyobb kudarca. És ennek nem fog tudni szavakat adni, nem fogja tudni definiálni, nem fogja tudni ezt elmondani azon a nyelven, ahogy ezt mindenki jól értse, de ha a felnőttek ezzel nincsenek tisztában, akkor nagyon nagy bajt tudnak utána csinálni. Én ezt már nagyon sok helyen sokszor elmondtam, hogy a válásnál arra maximálisan oda kell figyelni, hogy a gyerek csak kicsi, de nem hülye, bocsánat a rossz szóért. Tökéletesen tudja, hogy ki milyen játszmát játszik. Tudja, hogy anya hogy akarja megvezetni apát, hol csapja be saját magát, vice versa, ugyanezt el tudja mondani. És azt is tudja, hogy ő neki hogy kell viselkedni, hogy ő a lehető legjobban jöjjön ki ebből a sztoriból. Na most ezt megint azért mondom idézőjelben, mert gyerek, tehát nincsenek kompetenciái ahhoz, hogy ő meg tudja élni azt, hogy mi az ő számára a legjobb, a legkényelmesebbet, azt tudja, köszönöm szépen, hát ezt mindegyik el tudja mondani. De hogy számára mi valóban a legjobb, azt ő nem tudja. Na ez a felnőttek felelőssége. És én azt gondolom, hogy azokban a válásokban, ahol gyerekek is vannak, ott annak kell lenni a legfőbb szempontnak a hogyannál, hogy a gyereknek a lehető legkevesebb terhet pakoljunk a vállára a válással. Hiszen ő magában hordozza ezt a hatalmas nagy terhet, hogy én vagyok az oka annak, hogy elváltak a szüleim. Aztán felnőttként előfordul az is, hogy saját hibáiért a szüleit hibáztatja, mert hogy ők elváltak, és persze, hogy én ezt most rosszul gondolom, és ez sem biztos, hogy elfogadható azért, mert dolgozzál magadon. Lesz még mit beszélnünk ebben a témában, azt hiszem, hogy van bőven, de sajnos most elszaladt az időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Koszi Jankának, Fekete Cseri Zsuzsinak és Tolnyai Gábor atyának is, hogy itt voltak, és köszönöm az értékes beszélgetést, mint ahogy köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Családőrzők című műsorunkkal legközelebb két hét múlva jelentkezünk, addig is viszontlátásra! Viszontlátásra!